A Steam 250 projekt célja, hogy egyértelművé tegyék egy algoritmus segítségével a Steam értékeléseket. Mert ott ugye csak kétféle értékelés lehet adni. Vagy pozitívat, vagy negatívat. A kettőnek az arányából látszik, hogy mennyire jó egy játék. Na de, ha egy játékot 90% pozitívra értékel 1000 ember, egy másikat meg 100% pozitívra 100 ember, akkor melyik a jobb játék? Nos, erre egy speciális algoritmus dolgoztak ki, hogy ezzel rangsorolják, ami különbözőképp súlyozza ezeket az átlagokat. Viszont azon, hogy mi a top, lehet vitatkozni, mert nyilván a Portál 2 első helye számomra teljesen elfogadható, mert kb. A saját listám is így néz ki, de most ne is a legjobbakkal foglalkozzunk, hanem a legrosszabbakkal. Mert bizony, ha minden játékot sorba rendezünk, akkor nem csak a legjobbakat találjuk meg, hanem azokat is, amiket a legtöbben ítéltek negatívnak. Ma az Unibet támogatásával ezt fogjuk megnézni, mik is ezek a játékok, milyen velük játszani, és hogy megérdemlik-e ezt a helyezést. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! A Gundam franchise iszonyú nagy Japánban. 1979-ben jelent meg a Mobile Suit Gundam című anime, ami egy ilyen militarisztikus megközelítése az óriás emberek által irányított robotoknak, és letarolta a japán szórakoztatóipart. Azóta konkrétan a Gundam modellek a japán műanyag figura piac 90%-át teszik ki. Nem is olyan meglepő hát, hogy rengeteg animációs sorozat, film mellett számos videójáték is készült a témában. Az viszont már meglepő, hogy ezek közül az egyik újabb online gacha játék annyira rosszul sikerült, hogy felkerült a legrosszabb Steam játékok listára a 10. helyen. A játék amúgy egy egész szimpla Gundam játék. Van egy robotod, amit irányítasz, és az a harcolhatsz mások ellen mindenféle PvP meg PvE csatákban. Őszintén, amikor először próbáltam, egy kicsit nekem túl káosz volt. Tipikusan olyan érzés, amikor mondjuk egy évek óta futó MMO-ba próbálsz beugrani új játékosként, és minden aktuális szezon meg azóta rárakódott dolgok telítik a játékteret, plusz annyi ingyen ajándékot meg mindent kapsz új játékosként, hogy fogalmam sem volt, mi mire jó és hogy hogyan kéne használni. Ez önmagában amúgy nem baj. Szerintem 6 millió ilyen játék van, ami ilyen érzés egy új játékos számára, és bár megér egy külön misét, hogy egy kicsit problémás szerintem, amikor a játék értelmezéséhez egy külön wiki szükségeltetik, alapvetően azt láttam, hogy a játék onnok ami egész jó. Benne van minden rajongó kedvenc Gundamje, lehet mindenféle saját Gundamed, amit személyre szapadztak, jó? Akkor, mi a negatív értékelések háttere? Nos, az, hogy az MSGBO 2, bocsi, nem fogom egyfélelően kimondani a teljes nevét, eredetileg PS4 exkluzívként jelent meg, eleinte csak Japánban, Hongkongban és Tajvanban. Később kapott angol fordítást is, és tekintve, hogy ingyenes játék, a minőség ellenére azért a Gundam fanok szerették. Aztán 2022 környékén kezdték el pedzegetni, hogy lehet, hogy kap egy PC portot is, aminek aztán eljöttek mindenféle tech és szerver tesztjei, amiken amúgy elég rosszul szerepelt. Sokat csúszott a PC verzió megjelenése, végül 2023 májusában megjelent, és bár maga a játék nyilván tud teljesíteni a PC-n is, szerverek nincsenek hozzá. Ezt értsd úgy, hogy nincsenek konkrétan szerverek hozzá, hanem minden meccs gyakorlatilag peer-to-peer van hostolva. Ez azt jelenti, hogy az instabil internet kapcsolatoknak hála szinte állandóan a disconnectek meccs közben, a matchmaking tűrhetetlenül sokáig tart, és úgy általánosságban élvezhetetlenné teszi a játékot. Ráadásul ami a legrosszabb, hogy nagyon komoly PvP címnek akarja adni magát, szóval ha egy meccs közben kilépsz, az büntetést von maga után. És a diszkorekteket is ide számítja. A negatív kritikák nagy része ezeket hozza fel, és bár magát a játékot amúgy sokan méltatják, így tényleg élvezhetetlen. A ritmus játékok kedvelőinek egy igazi ingyensége az O2 2012-ben befejezte a működését. Előtte egy sokak által méltatott böngészőből indítható ritmus játék volt, ám különböző okok miatt nem tudták folytatni. Mindenki reménykedett, amikor kiderült, hogy az O2 Jam Online visszatér ezúttal egy Steam játék formájában, viszont nyilvánvalóan nem ment minden rózsásan, ha a 9. legrosszabbra értékelt játék. Nos, nem kell túl sokat keresnünk a magyarázatot arra, hogy ez miért van így. A legtöbb ritmus játék ugyebár úgy működik, hogy megveszed a játékot és játszol a dalokkal. Az ingyenes ritmus játékok esetén viszont mivel nincs más bevételi forrás, külön a dalokat kell megvásárolnod, vagy valami játékon keresztül elérhető valutával, vagy a bankkártyáddal. Ezt az utat követte az O2 Jam Online is, csak egy kis csavarral. A dalokat megvenni nem lehet, csak bérelni. Igen, ha kifizetsz valódi pénzt egy-egy dalért, azt 7 vagy 30 napig játszhatod. Aztán annyi. És akkor arról ne is beszéljünk, hogy helyenként a zene belaggol és elkezd elcsúszni, ami egy ritmusjátékban az egyik legrosszabb dolog. Mára pedig, amikor megpróbáltam kipróbálni, konkrétan használhatatlan állapotban volt, így igazából csak az a meglepő, hogy nincs rosszabb helyen, vagy hogy egyáltalán még fenn van a Steamen.
A 8. helyen a Space Base DF9 érkezik. Egy Early Access űrbázis építős szimulátor játék a Double Fine-tól. A Double Fine-tól azért nem számítanánk ilyen címre, mármint ilyen rosszra értékeltre. Ez a stúdió ugyanis ex-LucasArts-os point and click kalandjáték fejlesztőkből jött létre, olyan címek kötődnek a nevükhöz, mint a Psychonauts. Amikor pár játékok rosszul teljesített, kitaláltak egy eseményt, az Amnesia Fortnite-ot, ami nem. Nem az az Amnesia, és nem az a Fortnite. Ez még mind a két játék megjelenése előtt történt, amikor ezeket a szavakat használták az emberek. Szóval ez egy olyan kéthetes időszak volt, Fortnite, amikor úgy álltak a kreatív ötletekhez, mintha semmire nem emlékeznének. Amnesia. Gyakorlatilag ilyen házon belüli game jamként találtak ki mindenféleket. Így született meg a Space Base DF9 ötlete is, amin elkezdtek dolgozni. Volt hozzá Kickstarter meg minden. Én erre a játékra még emlékszem amúgy 10 évvel ezelőttre, amikor először lehetett kipróbálni. Imádtam az ilyen kis indie bázis építős játékokat, ahol egy csapat embert irányítasz és próbálsz túlélni. Kb. Ilyen Rimworld utánzatokkal tele volt akkor a padlás, de én faltam mindet. És hát a negatív értékelés egyetlen nagyon egyszerű ténynek tudható be. Szimplán félbehagyták a fejlesztést. 2015 környékén egész egyszerűen leálltak minden fejlesztéssel, és ekkor még csak egy teljesen félkész Early Access verzió volt csak, amiért jegyezzük meg, pénzt is kértek. Sem a Kickstarter támogatók, sem a vásárlók nem kaptak vissza semmit, és még csak kész játékot sem. Készült hozzá egy relatíve sokáig fejleszgetett fan patch, ami javítgatta a hibákat a játékban, de 2023 elejére ennek a fejlesztésével is leálltak. Kár érte amúgy, én tökre vártam volna ezt a játékot. És elékeztünk a lista olyan eleméhez, amihez nincs hasonló ezen a listán, elvont absztrakt művészeti projekthez, amit szerintem sokan félreértettek. Uriel's Chasm. A játék, ha csak úgy a felszínen nézed, egy elborult retro hatású játék, különböző pályák különböző stílusokban, van itt aszteroidára emlékeztető űrhajós lövöldözős pálya, platformer és stb. Csak hogy mindeközben az egésznek egy ilyen brutálisan agresszív keresztény üzenetei vannak, kb. A képernyő nagyobb részét tölti ki az egyik NPC hitről szóló filozófiája, és hogy mit kell tenned, hogy még több hited legyen. Az egész játék csak kb. Fél óra, és hát borzasztó, főleg ha meghallgatjátok, hogy néz ki a végső boss fight. Viszont az elején és a pályák között videóbejátszásokat láthatunk emberekről, akik játsszák a játékot, és közben az ő sztoriuk is halad előre. A Steam áruház oldalból pedig még az is kiderül, hogy az egész játék úgy van felépítve, mintha egy Let's Play videót néznél, és az emberek reagálnak a játékmenetre, amit közben viszont te játszol. Szóval ez egy szándékosan rossz játék, ami része egy kísérleti filmnek, gyakorlatilag, mint egy interaktív Let's Play videó. Szerintem amúgy, mint narratíva, tök érdekes, én legalábbis szeretem az ilyen avantgárd dolgokat, viszont full megértem, hogy sokaknak vagy nem jött át, mit akarnak mondani, mert tényleg kicsit hülyén van kivitelezve, vagy átjött, de nem tetszett nekik. Igazából kicsit meg is lepődtem, hogy nincs olyan sok félkészen felejtett Kickstarter játék ezen a listán, de valószínűleg csak azért, mert sokkal népszerűbb botrányba keveredett játékok uralják a lista első felét. Minden esetre a 6. helyre még jön az Identity. Az Identity tipikus példája ezeknek a GTA 5 online klónoknak, amik hatalmasat ígérve berobbannak Kickstarterre, csinálnak valami tech demót, aztán a játékosok meg meglepődött Pikachu fejjel néznek, hogy ó, jaj, ne, átvett egy fejlesztő, ki gondolta volna? Már anno egy komplett videóban foglalkoztam ilyenekkel, és rendre ugyanez volt a sztori. Valaki beígérte a világ legjobb játékát, interaktív gazdaságszimulátor, amiben lehetsz rendőr vagy rabló, és kb. Ennyi, de hidd el, szuper izgi lesz, és aztán rájönnek, hogy nagyobb volt a fantáziájuk, mint a programozókájuk, és nem készül el. Az Identity legalább annyival jobb, mint a többiek, hogy legalább valami működőképes tech demót felraktak, ahogy gyakorlatilag egy városka főterén mászkálhatsz. $25 cserébe. Igen, tényleg ennyit kértek érte. A fejlesztő lelépett a pénzzel, a játékosok pedig földbe pontozták a játékot. És eddig relatíve kevésbé ismert játékokról volt szó, de azt hiszem a Flatout széria már sokkal ismerősebb lehet. Én anno a Flatout 2-t nagyon sokat pörgettem, a soundtrackje pedig a legtöbbet hallgatottak között van nekem a Most Wanted meg a Burnout Paradise után, szóval amikor meglátom, hogy a Flatout 3 rajta van ezen a listán, nagyon kíváncsi lettem, hogy mi történhetett. Hát... durva, hogy oké, a Flatout 2 is már régebbi játék, nem várok el tőle mai grafikát, de a Flatout 3 konkrétan visszafejlődés az elődjeihez képest már csak ránézésre is. Állítólag probléma volt az optimalizálással is, ezt nem tudom tesztelni igazán, mert 4090 most elég volt hozzá, de nyilván megjelenéskor még más volt a legjobb elérhető kártya, de úgy így az egész játék egy élettelen romhalmaz a kettőhöz képest. A fizikai motor szinte teljesen nulla, az irányítás borzasztóan hányingerkeltő, a legkisebb kanyarodás érintése is azonnal beránt a kamera, mint egy hullámvasúton, az AI
szinte nem létezik, a pályák tervezése borzasztó. Egyfolytában elveszel, hogy hova kell menni, és simán lemész egy olyan vakvágányra, ahonnan lehetetlen visszajönni, és helyeket zessel vissza, hogyha reszetelsz. És akkor még nem is beszéltem a hangokról, amik ilyen idegesítően gépi hangok, még egy arcade versenyzéshez is, a zenéről meg nem tudok beszélni, mert valamiért nincs. Mármint hiába próbáltam a menüben bármit megtalálni, nem jött be a zene a versenyeken, de YouTube-on megtalálható és a legélettelenebb egyedileg összerakott stock zene volt. Szemben azzal, hogy a Flatout 2-ben még híres punk és rock együttesek számai szóltak, mint a Wolfmother, az Audioslave vagy a Rise Against. Szóval tényleg ez egy olyan játék, ami megint csak abszolút megérdemli ezeket a rossz értékeléseket, de nyilván még egy tényező van, ami erre a helyre juttatta. A Flatout szériát ugyanis eredetileg még a Finn Bugbear fejlesztette, ők járatták Maxra, amit csak ki lehetett hozni a szériából, és egyértelműen a második részt emlegeti mindenki a sorozat legjobbjának. Aztán a két és feledik Ultimate Carnage rész után a Team Six kapta meg a széria fejlesztési jogait. Próbáltam kideríteni, hogy és miért, de zéró infót lehet erről találni. A Team Six így rajta van a legrosszabb Steam játékok listán, ezzel a Flatout 3-mal az 5. helyen, de az a vicces, hogy a Metacritic legrosszabb játékok listán is előkelő helyet kaptak az ő játékaik. A második helyen áll a Road Rage, a Taxi Chaos pedig a 4. Szóval, miért fejlesztenek még mindig játékokat 2023-ban is? Ki tudja. És igen, a 4. helyen érkezik a Call of Duty Modern Warfare 2. Nem az eredeti, hanem az új. És azt hiszem, kevéssé kell bemutatnom mindenkinek, hiszen az egyik legnépszerűbb FPS franchise előző eresztése. Viszont igen, olyan szintű negatív kritika áradat ért a Steamen, hogy gyakorlatilag egy trükkel kellett az Activisionnek átalakítaniuk a játékot simán Call of Duty-vá, hogy ezt egy kicsit lemossák magukról. És nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ezért csinálták, de azért nem vagyok egyedül azzal a gondolata, hogy ez is közrejátszhatott az egészben. Tényleg, ha megpróbálod megkeresni ezt a játékot, a keresőmotor már nem is dobja ki, hogy ne láthassd ezt az overwhelmingly negatív szócskát az értékelések mellett. Az egyetlen módja, hogy megtaláld, ha találsz valahol egy régi linket hozzá, például a már említett Bottom 100 Steam játék listán, ahonnan én is jöttem. Na de nézzük! A negatív kritikák nagy része beszél erről, amit az előbb mondtam, hogy mennyire gáz, hogy új oldalra pakolták a játékot, meg aztán ugye nemrégiben nagy probléma volt az is, hogy a most megjelent Modern Warfare 3, bár teljes játékként hirdeti magát, gyakorlatilag egy kiegészítő az előzőhöz, szóval amikor elindítod a Call of Duty-t, akkor a Modern Warfare 3-at indítja el, ami lehet, hogy nincs meg neked, és aztán ott kiválasztod, hogy Modern Warfare 2, és akkor bezárja a Modern Warfare 3-at, hogy megnyissa a Modern Warfare 2-t, ami, hát azt kell mondjam, hogy zseniálisan nagyszerű és elegáns felhasználói élmény, 10/10, köszönöm. De térjünk rá igazán a nagy kritikára, ami baja volt az embereknek a Modern Warfare 2-vel. Engagement Optimized Matchmaking, vagyis részvétel vagy figyelem fenntartás alapú matchmaking. Míg más játékok többsége vagy a játékos tudása alapján sorolja össze őt más ellenfelekkel, vagy esetleg az internet kapcsolat alapján, hogy ugye ne kelljen afrikai szerver központokon keresztül menni egy európai játékosnak, addig a Modern Warfare 2 egy speciális algoritmust fejlesztett, ami azt nézi, hogy mekkora az esélye annak, hogy a játékos még egy kört játszon. Hogy pontosan hogyan működik, milyen szempontokat néz, ezt nyilván nem tudjuk. De a lényege az, hogy fenntartsa az érdeklődésedet, hogyha veszítesz egyet vagy kettőt, akkor utána tud nyerni is egyet, hogy aztán, hogyha a következőt elveszíted, akkor is legyen benned az, hogy jó, oké, de majd a következőt megnyerem. Ez az algoritmus ráadásul elméletileg valós időben is tökéletesítgetve volt, az éles játék során is mindig mérve, hogy milyen meccs sorrenden maradnak a legtovább játékban a játékosok. Ez elméletileg, ha nem gondolunk bele túl mélyen, és nem próbáljuk ki, nem hangzik rossz ötletnek. Aztán, ha kicsit is belegondolsz, ha egy játéknak az a célja, hogy szórakoztató legyen, ez nem lesz feltétlenül az. Nem az a cél, hogy jól szórakozz, hanem az, hogy sokat játsz, és ekközben könnyen frusztrált is lehetsz. Ráadásul, hogyha te a nem casual, hanem a hardcore játékosok közé tartozol, akiket ugye elvileg a legjobban kéne célozni a hosszú távon egy online játéknak, akkor végképp elveszed az élvezetedet, hiszen tök mindegy, mennyire vagy jó, mennyire fejlődsz, a matchmaking fogja eldönteni, megnyered-e a következő meccset vagy sem. Szóval a lényeg, se a casual, se a hardcore játékosoknak nem volt jó a rendszer, és még ezen kívül is amúgy rengeteg dolog volt, ami nem tetszett az embereknek, ez a magyarázat nagyjából a negatív kritikára. Azóta a Modern Warfare 3 is nagyon negatívokat kapott, és menetel is, de még nem került ide a listára, szóval arról most ezért nem beszélek. Menjünk is a következő nagy franchise bukáshoz, az NBA 2K-hez, ennek is legújabb 24-es verziójához. Az NBA 2K24 már önmagában is elég negatív kritikákat kapott, úgy általánosságban, de nem csoda, hogy a PC verzióra még nagyobb volt a negatív visszhang. Kezdjük ott, hogy míg bár gyakori poén, hogy a sportjátékok évről évre nem csinálnak semmit, azért ha rendszeresen játszol egy sorozattal, akkor azért tudod, hogy ez így nem teljesen igaz. Minden új rész hoz valami innovációt, valami újdonságot, valamit, amivel kísérleteznek. Na most, a 2K
24 tényleg szinte semmi újdonságot nem hozott. Aztán még ott vannak a mikrotranszakciók, a totál optimalizálatlan játékmenet, és persze az is, hogy teljesen randomnak tűnik, hogyan értékelik játékpontszámokkal a valós játékosokat. Szóval oké, a 2K24 optimalizálatlan pay-to-win nem jó, de aztán... Ezek után jön még lejjebb a PC port. Kezdjük ott, hogy zero crossplay a konzol verziókkal, ami... Miért? 2023-ban? Miért ne lehetne ugyanazt a játékot kiadni minden platformra? És még ezen felül jön, hogy konkrétan dolgok, amik a konzol verzióban megvannak, egyszerűen hiányoznak a PC verzióban. Szeretnél egy single player story módot játszani, amit azért elég sokan szoktak ezekben a sportjátékokban? Hát bocs, a PC verzióban csak egy lecsupaszított semmi van. Gyakorlatilag ugyanúgy kiadják PC-re is a játék legújabb eresztését, ugyanúgy teljes áron, csak közben valójában egy rosszabb, alacsonyabb kategóriájú, hiányos játék. Igazából amúgy meglepő számomra, hogy nem volt nagyobb a népharag. És aztán a második helyig jutott az Overwatch 2, amit tökéletesen megértek. Amikor 2020-ban a Blizzard bejelentette az Overwatch 2-t, épp egy elég botrányos periódus végén rendezett BlizzConon, akkor azt hittük, hogy oké, kicsit helyre próbálják pofozni a presztízsüket, based. Dehogy, rengeteget ígértek abból, hogy mi lesz majd az Overwatch 2. Egy teljesen új játék, kapunk új hősöket, lesznek új mapok, és ráadásul ami a legjobb, lesz egy PvE része a játéknak, ahol a hősöket fejleszthetjük a képességeiket, hogy különböző szinten toljuk. Gyakorlatilag egy ilyen Hero-based Destiny, vagy nem tudom, jó hangzott, nagyon is, mert az Overwatch világ amúgy zseniális, és engem tökre érdekelne egy sztori játék ebben a világban. Aztán jött, hogy oké, megjelenik az Overwatch 2, és ingyenes lesz. Hát ez tök jó, de ez mit jelent? Hát, azt jelenti, hogy az Overwatch 1 mától elérhetetlen, helyette Overwatch 2 van, amiből egyelőre csak multiplayer jön, majd még később jön az a single player PvE, amiről beszéltünk. Oké, akkor... Jött az Overwatch 2, ami gyakorlatilag egy frissítés volt az Overwatch 1-nek, minimális különbséggel, de cserébe legalább a skineket átvihetted. Viszont az új skinek szerzése is sokkal körülményesebb, és drágább volt, mint korábban, a hősök állokolása is nehezebb, és bár jöttek új hősök, annyira azért nem sok. De oké, ez még csak egy ilyen early access, vagy beta, vagy mi, majd jön a nagy PvE verzió, és akkor majd minden kiderül, és megéri várni. Aztán kiderült, hogy nem jön. Nem az, hogy most nem jön, vagy elhalasztják, hanem inkább mégsem lesz. Hanem így ennyi, az Overwatch 2. Hát innentől kezdve gyakorlatilag lehúzták a kukán a saját játékukat, adtak neki egy nagy pofont, egy kötelező frissítést, egy szabályátalakítást. Egyetlen reményük lenne, ha lenne valami intenzív profi esport szintér, de innentől kezdve a kompetitív játékosok sem fogják komolyan venni a játékot, a többiek meg pláne nem. Na de, első hely, a legrosszabbra értékelt játék. Tegyük hozzá, hogy az értékeléseknek itt csupán 9% a pozitív, tehát tényleg ez a legrosszabb százalékosan, viszont csak 41 ezeren értékelték összesen. Tehát az Overwatch 2 például lehet, hogy 15%-on áll, viszont a 223 ezer értékelés összességében azt jelenti, hogy több negatív szavazat érkezett a Blizzard játékára, de a Steam 250 algoritmusa ide lőtte be, úgyhogy első helyen a War of the Three Kingdoms áll. És bizony, ahogy próbáltam kideríteni, mi is a probléma ezzel a játékkal, igazából nagyrészt megértem a helyzetet. Ez gyakorlatilag nem egy játék. Kezdjük ott, hogy a War of the Three Kingdoms eredetileg egy fizikai kártyajáték Kínában, és ez az abból készült PC játék verzió. De amikor azt mondom, hogy kártyajáték, akkor nem olyasmi idézős kártyára gondolok, mint a Hearthstone, a Magic the Gathering vagy a Hatalom kártyái, hanem inkább mint a Bang. Mármint úgy kicsit szó szerint a Bang. A kártyajáték szabályait nézegetve a hasonlóság szinte egyértelmű. Szóval, ebből a Bang-szerű kártyajátékból csináltak egy PC verziót, ami ráadásul csak kínai nyelven érhető el. Ez ugye eleve egy szürke zóna, hiszen a Steam félig meddig elérhető csak, ez egy elég bonyolult helyzet, de a lényeg, hogy vannak direkt kínai játékok, amik kifejezetten onnan elérhetőek, ez is közéjük tartozik. Nyilván angol support nélkül nem nagyon tudom értelmezni, milyen is a játék, úgyhogy kénytelen vagyok olyan kínaiak kritikáira építkezni, akik játszották ezt a játékot és leírták a külföldieknek, hogy mi a baj. A két legfőbb probléma a játékkal, hogy A. elképesztően pay to win. Mármint konkrétan annyira, hogy oké, ingyenes az alapjáték, de bizonyos kártyák csak és kizárólag pénzért elérhetőek, amik nélkül nemhogy nyerni, de érvényesülni sem tudsz. És aztán B, iszonyan bugos. Szóval gyakorlatilag egy pay to win shovelware, aminek igazából helye sem lenne itt. De véletlenül a kritikusok többségének hasonló a problémája vele, mint az Overwatch 2-vel. Nem az a baj, hogy a játék rossz lenne, hanem az, hogy a kártyajáték egy kifejezetten népszerű, sokak által szeretett cím Kínában, viszont ez a PC verzió tönkreteszi a hírnevét és játszhatatlanná válik. Szóval minden egyes ilyen játék balhénál meg botránynál nagyon erős a kampány, hogy ők legyenek az új legrosszabb játék, de egyelőre a Steam 250 algoritmusa szerint még mindig ez a használhatatlan World of Three Kingdoms vezet.
És igen, hangsúlyoztam nagyon sokszor, hogy a Steam 250 forrását használtam, ez nyilván azt jelenti, hogy sokan sokféleképp állítják sorba a legrosszabb Steam játékokat, így találhatsz a neten utalásokat, ahol más a sorrend és máshogy követik egymást, vagy esetleg más játékok is bejutottak ide. Én most ezt a specifikus dolgot néztem. Mennyire értetek ezzel egyet? Mi az, ami szerintetek hiányzik ebből a top 10-ből, ami hát végül is a bottom 10? Esetleg érdekelne, hogy megnézzük a 10-20. Hely között is? Tökre élveztem ezt a videót csinálni, és lehet megnézném, ha titeket is érdekel még tovább. Szóval ezekről mind írhatok kommentet, vagy jöhetek a Discordra beszélgetni, meg azért is, hogy nem maradjatok le semmiféle videóról, vagy streamről. Micsoda, streamek? Igen, na, halad nagyon az itthoni stúdió, és nem remélem, hogy hamarosan már tényleg lesznek újra streamek. Na de, ha tetszett a videó, sokat segíthetsz egy like-el és jelzen, és ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradj le a további tartalmakról sem. Várlak legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.